Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, Önök időben című műsorunkat látják. Vendégünk a stúdióban Márki-Zay Péter polgármester. Jó napot kívánok! Szép napot kívánok! Polgármester úr, működik-e a város? Minden jel szerint igen. Nyilván az én véleményem szerint eddig is működött. A lakosok semmit nem érzékelhettek abból az Armageddonból, amit a Lázár János sajtója itt vizionált, de mindenki és legfőképpen az én megnyugvásomra a héten új jegyzője lett a városnak, Angyal Zsolt, három másik településen már évtizedes jegyzői tapasztalattal rendelkező szakember csatlakozott hozzánk. Ő egyébként a Ságvári Általános Iskolában, meg a Betlen Gimnáziumban néhány évvel fölöttem járt, vásárhelyi születésű, kiterjedt vásárhelyi rokonsággal rendelkezik, vásárhelyi lakcíme van. Tehát egy vásárhelyi, csak eddig más településeken jegyzés körül szakember érkezett. Legalább ilyen büszkék vagyunk arra is, hogy a kormányhivatal szegedi illetőségű, korábban ott majd a Bács-Kiskun megyei kormányhivatalban jogiroda vezető posztot betöltő szakembere szintén csatlakozott az önkormányzathoz. Ő pedig dr. Petrovics György, ő lett a jogiroda vezetője. Azt gondolom, hogy ezzel sikerült azt a hiátust betölteni, amit a Kis Andrea és Tatár Zoltán által okozott kisebb zavartatás okán lelépő jegyző, aljegyző pozíciók betöltésével most már megnyugtatóan rendeztünk. De nem ez az egyetlen, hanem azt gondolom, hogy például a múzeum főigazgatói posztját bár újra pályáztatjuk, de Miklós Péter jelentkezését nagy örömmel fogadtam, hogy a múzeum folyamatos működésében továbbra is szívesen segít nekünk, úgyhogy most már a könyvtárnak, a múzeumnak és a művelődési háznak is szakavatott professzionális vezetése van. A főigazgatói álláshely az továbbra is pályáztatás alatt van, ott is van már alkalmas jelentkező, én bíztattam is, hogy adjon majd be pályázatot. Illetve a vezérigazgatói pozíció ürült meg még nemrég az egyébként kiválóan dolgozó HMS, HVS önkormányzati cégeknél, például a fűnyírásban azt gondolom, hogy más városok előtt vagyunk, és a mostani ütemet tartva leszünk is. A vezérigazgatói pályázatra 52-en jelentkeztek, tehát egy nagyon nagy érdeklődés volt. Úgyhogy amikor a fideszes képviselők Vásárhely megkopott brendjéről panaszkodtak, Lázár János makulátlan brendjével szemben, akkor azt tudom mondani, hogy Lázár János, mint az ország egyik legkorruptabb és elég rossz hírű politikusa, akinek nagyon sok meglehetősen ízléstelen kijelentése volt a közmunkások és a cigányság lenézésétől kezdve a vagyontalan szegény emberek megalázásáig, és hát nyilván a kastélyán dolgoztatott közmunkásoktól az ő címerével gyártott, közpénzzel gyártott borosládákig, meg légvonalnál rövidebb önkormányzati szállítottási útvonalakig, a belügyminisztérium által feltárt milliárdos visszaélésekig, az Elios projekt, amiben az Európai Unió csalás elleni hivatala szerint is egy szervezett korrupciós csalássorozat volt. Tehát Lázár János brendje nem, de Hódmezővásárhely brendje jó. Hódmezővásárhely a Korrupciókutató Intézet szerint is a Lázár idejében legkorruptabb városból az mi időnkben a legkevésbé korrupt város lett. Ön korrupcióval vádolja Lázár Jánost, Lázár János meg azt mondja, hogy ön soros ügynök. Ó, nem, az Európai Unió vádolja korrupcióval Lázár Jánost. Azt a Lázár Jánost, akit egyébként egy kiváló roma programjáért Soros György személyesen támogatott, ők találkoztak, 60 millió forintot kapott Lázár János erre a projektre. Én még nem találkoztam Soros Györggyel, és még a titkosszolgálat sem talált semmiféle szálat. Tehát amikor a fideszes titkosszolgálat több átvilágításával sem talált semmi szálat köztem és Soros között, Lázár Jánosnak meg igazoltan volt vele találkozója, és pénzt kapott tőle, nem beszélve a fideszes minisztertársairól, akik a Soros Egyetemen végeztek, Orbán Viktorról, aki Soros ösztöndíjas volt, meg Soros támogatott volt. Tehát a Fidesz ezer szálon köthető Soroshoz, én egyetlen egy szállal sem. Most rendezték meg az alföldi, 30. alföldi állattenyésztési és mezőgazdanapokat, és hát önt több fotón is együtt lehet látni ezen az eseményen, Györfi Balázsral, az Agrárkamara vezetőjével, és Farkas Sándor, Fábiás Sebestyéni szentesi országgyűlési képviselővel, aki nem mellesleg miniszterhelyettes az Agrárminisztériumban. A kamara is, és a minisztérium is támadja a földadót, a vásárhelyi földadót támadja, miközben az országban is van több településen földadó. És hát Varga Mihály is beszállt a körbe, a pénzügyminiszter egy posztjában jelezte, hogy hamarosan eltörlik a földadót. Térjünk vissza a fotókra. Györfi Balázzsal és Farkas Sándorral beszélgettek-e a földadóról? Természetesen, szót váltottunk a földadóról is. Ez egy olyan jelentős rendezvény, amely nem csak Hódmezővásárhely legnagyobb turisztikai rendezvénye egész évben,
tehát a Holdmezőgazdasági ZRT-nek a mezőgazdasági, illetve állattenyésztési napjai, hanem az egész országnak is a miniszter helyettes szerint a legnagyobb és legjelentősebb hasonló rendezvénye. Tehát amikor a magyar kormány is elismeri ezt, akkor azt gondolom, hogy ide jönne Lázár Jánosnak és az ő sajtójának is meghajolnia e felett, nem akadályozni ezt a rendezvényt, hanem támogatni. Ha már a kormány támogatja, akkor Lázár János, mint térségi országgyűlési képviselő, mint egy nagyon jelentős földbirtokos és tulajdonos, én azt gondolom, hogy nem utolsó sorban, nem olyan réggel ezelőttig annak a MATE Agrártudományi Egyetemnek a kuratóriumi tagja volt Lázár János, amíg az Unió azt nem kifogásolta, amelynek a rektora is itt volt a megnyitón, Gyurica Csaba. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon elismert, nagyon derék rendezvény, és nagyon fontos, nem csak Vásárhelynek, az egész ország mezőgazdaságának fontos. És igen, viccesen elmondtam, hogy csak is nekem köszönheti 135 település, fideszes településnek, a nem gazda, hiszen gazdák nem fizetnek földadót, de 135 fideszes településen is azért fogják eltörölni a földadót, mert mi itt Hódműzővásárhelyen azt bevezettük. Úgyhogy a fideszes gazdák is nagyon-nagyon hálásak lehetnek nekem, mert az ország fideszes területése. Pontosabban a földtulajdonosok. A földtulajdonos nem gazdák, így pontos. Tehát azért mondom, hogy nélkülünk nem törölték volna el. De hogy kivezette be a földadót, hát először is 2014-ben a Fidesz hozott egy törvényt. A fideszes földadó törvényről beszélünk. Csak is a Fidesz találta ki. A Fidesz vezette be, amikor az akkori ellenzék támadta, Lázár János és a Fidesz megvédte a földadót. 2016-ban Hódmezővásárhelyen Lázár János javasolta a földadó bevezetését. Tavaly ősszel, 2022 őszén a fideszes polgármester kollega a Települési Önkormányzatok Szövetségének vezetője javasolta nagyon sok polgármesternek egy szarvasi gyűlésén a földadó bevezetését. Az Agrárkamara, amely tiltakozik most a földadó ellen, az ő alelnökük, Hajdú Nálás polgármestereként éppen most emelte duplájára a földadó mértékét a saját településén. Gulyás Gergely miniszter úr a sajtótájékoztatón azt hazudta, hogy senki más soha nem vezette be a fideszes földadót egyébként, csak Hódmezővásárhely, 135 település vezette már be előttünk. De nélkülünk soha nem törölték volna el, úgyhogy mindenki nagyon hálás lehet a földadó eltörlésért nekem. És bocsánat, egy nagyon fontos különbség. Idén ettől függetlenül beszedi Hódmezővásárhely, beszedheti a földadót? Biztos vagyok benne, a 135 település miatt azt gondolom, hogy a kormány nem idén visszamenőlegesen fogja eltörölni, hanem majd jövőre. Tehát a 135 fideszes település miatt nem fognak velünk is kellemetlenkedni ebben az esetben. Hogyha ők akarnak valamit, akkor egy nap alatt tudnak törvényt hozni kétharmaddal, soha nem volt akadály. A földadó tekintetében tapasztalható időhúzás számomra annak a jele, hogy ők ezt majd csak jövőre, a jövő január 1-től fogják eltörölni, de addig is az idei évben én mindenkinek a türelmét és megértését kérem, tehát idén még lesz földadó a mostani információink szerint, de mi vagyunk az egyetlenek. Az összes fideszes település ezt működésre, fejlesztésre költi, mi vagyunk az egyetlenek, akik 100%-ban szétosztjuk az ebből befolyó pénzt a szegények között. Az első fél évben jelen rendelkezésünkre álló információk szerint minden olyan rászoruló rezsi áldozat, aki jövedelmi viszonyait tekintve tehát az alacsony jövedelminek számít, de átlagfogyasztás fölötti fogyasztása miatt megemelkedett a rezsiszámlája, az ő általuk benyújtott kérelmeket eddig 100%-ba ki fogjuk tudni fizetni. Tehát a földadóból már most több pénz jött be Hódmezővásárhely kasszába, mint ahányan rezsitámogatást kértek, tehát a teljes megemelkedett összeg a korábban rezsicsökkentett árhoz képest amennyivel többet fizet most az idei évben a rászoruló vásárhelyi polgár, mi 100%-ba ki fogjuk fizetni, a rezsi áldozatokat megmentjük a kormány rezsi emelő politikájától. Ez egy fantasztikus eredmény, és ezt a földadó fizető földtulajdonos nem gazdálkodóknak köszönhetjük, nagyon hálás vagyok érte. A második fél évben ugyanebből a forrásból a nem csak tűzifatámogatást fogunk tudni adni, hanem a kisnyugdíjasokat fogjuk támogatni. Ugye tavaly 10 000 forintot kaptak a kisnyugdíjasok Hódmezővásárhelyen decemberben, most legalább 15, az is lehet, hogy 20 000 forintra fogja futni a földadó bevételünk függvényében. Úgyhogy mi 100%-ban a szegények között osztjuk szét, azoknak a gazdák, azoknak a nem gazdálkodó földtulajdonosoknak a földadóját, akik legalább 4 hektárt adnak bérbe, átlagosan, legtöbb esetben teljesen adózatlan jövedelmük keletkezik, sok milliós vagyon után sok 100 000 forint értékben. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy igazságos, szociálisan igazságos adó, és hogyha bárkit ez a földadó annyira megterhel, hogy a megélhetése veszélybe kerül, és ezt igazolja felénk, akkor neki elengedjük egyébként is a földadót.
Nem tudom, hogy az országnak van-e másik olyan települése, mint Hódmezővásárhely, ahol kampányidőszakon kívül is politikai szórólapok kerülnek be a postaládákba, hát nem tudom milyen gyakorisággal, két hetente, havonta biztosan. Most is bekerült egy Fidesz által, ezúttal van impresszum, Fidesz által kiadott szórólap, amiben önt és feleségét támadják, és ez összefügg azzal, hogy a Fidesz kezdeményezte, hogy rendkívüli közgyűlésen vitassák meg az általuk felvetett ügyeket, pontosabban csak azt, hogy az önfelesége hozzáférte a város informatikai rendszeréhez, erről már beszéltünk itt az előző héten is. Lesz-e rendkívüli közgyűlés? Mi lesz a téma a rendkívüli közgyűlésen? És mikor lesz? Kedden, tehát jövő kedden lesz a rendkívüli közgyűlésünk, amit a fideszes képviselők kértek ebben a témában. Lehet, hogy ők csak az egyébként minden vádpontban ártatlan feleségemet szerették volna megtárgyalni, de hogy ha már felvetették ezeket a kérdéseket, mi tudjuk azt, hogy kik a bűnösök. A feleségem ártatlan, de van a bűnösök. Nem az első alkalom, hiszen a feleségemet korábban már tönkretették egyszer azzal, hogy gyermekgyilkososzták és a praxisát lehetetlenítették, ahogy például a vejemet kétszer rugatta ki Lázár János embere már az állásából egyszerű tanárként, édesapaként. Nagyon szomorú módon. Tehát ez a lejárató kampánynak, ellehetetlenítésnek a feleségem sem először lesz áldozata. A héten egyébként a gyermekgyilkosozással szemben, az Origóval szemben első fokon legalábbis ismét pert nyert, úgyhogy az ő esetében még néha pozitív bírói ítéletek is születnek. Ez nyilván nem fogja visszaadni neki az állását és a megélhetését sem, de azt gondolom, hogy lelke rajta azoknak, akik ezt az aljas lejárató kampányt végzik. Ártatlan emberek ellen, ezt szeretném hangsúlyozni. A feleségem ingyen jótékonykodik, adományozást szervez, most egy kutyafuttatóra, korábban játszótérre gyűjtött, ételt oszt, füvet nyírt, többek között a füvet nem annyira a közterületen, felültetésben részt vett, szemetet szedett, virágládákat festett, mindig ingyen segített, és a rászoruló vásárhelyeknek meg vásárhely közterületéért dolgozott. Ingyen. Soha egy fillér közpénzt nem kapott. Az ő játszótér felújítási, vagy a kutyafuttató fejlesztési terveire ő a vásárhelyektől, vagy az ország más tájáról adakozóktól gyűjtött be pénzt. Ezeknek a tulajdonjogát mindig átadta, és most is át fogja adni majd a kutyafuttató esetében a városnak, és ehhez nem kapott önkormányzati pénzt. Lázár János felesége, emlékszünk, hogy mintegy 50 millió forint önkormányzati támogatást adott, vagy kapott, és ennek ellenére ő nem adta át a játszótereknek a tulajdonjogát, azok még mindig a Kőcsúszdával egyetemben, még mindig az ő egyesületének tulajdonában vannak. Ez a két kultúra közötti különbség. Tehát vannak... Talán nem a játszóterek, hanem játszótéri eszközökről van szó. Igen, igen. Jó, tehát ez a két kultúra közötti különbség. Az egyik az közpénzből idézőjelben jótékonykodik, és utána megtartja a vagyontárgyat, nem adja át, közben lopcsa, hazudik, rágalmaz. A másik tisztességes ember ingyen a rászorulókért dolgozik, önzetlenül, és természetes a köznek átadja a tulajdont is. Ugyanezt megfigyelhetjük a többi vádpontban is, nem csak, hogy ingyen dolgozod, de természetesen semmilyen bizalmas adathoz nem fért hozzá a feleségem. Az, amit Tatár Zoltán ír, hogy ha nem volt neki szerződése, akkor ez törvénytelen. A kedves feleségemnek volt szerződése, és ezt Tatár Zoltán tudja a legjobban, mert ezt a szerződést ő írta alá. Tehát a rágalmazásnak tényleg nincs határa. Adatvédelmi incidensek. Semmilyen adatvédelmi incidens nem történt a feleségemhez köthetően, viszont az elmúlt 6 évben vagy 5 évben valóban volt 6 darab adatvédelmi incidens, és az egyik, az többek között éppen a most rágalmazó Tatár Zoltánt érinti. A másik az Cseri Tamásnak a feleségét, egy harmadik az ifjabb Rabcsák Andrást érinti. Tehát voltak itt olyanok, akik viszont hozzáfértek titkos adatokhoz, igenis. Tehát vannak ilyen szabálytalanságok, vannak ilyen gyanús ügyek, úgyhogy ezekről a feleségem ártatlanságáról is, de nem utolsó sorban, ha már a kifizetőhelyként működő rokonokat foglalkoztató és adatvédelmi incidenseket produkáló visszaélésekről beszélünk, akkor nézzük meg, jó? Akkor ne féljenek, ne rettegjenek, ne kérjen nekem most Tatár Zoltán titkos zárt közgyűlést. Álljon, ha ő eddig azt hirdette, hogy legyen nyilvánosság, akkor legyen nyilvánosság. Nézzük meg a tényeket. Ő mutassa be, hogy mikor utasította és hogyan utasította a feleségem, vagy milyen adatvédelmi incidens volt a feleségemhez kapcsolódóan, mert nem tudja bemutatni, mert nem volt. Mi viszont be tudjuk mutatni, hogy ugyanezek Tatár Zoltánnal kapcsolatosan megtörténtek.
visszaélések és munkáltatói döntések következtében valóban volt olyan munkatársunk, akiket elbocsájtottunk a hivatalból. Kis Andrea például, aki most egy levelében lebuktatta saját magát, hogy valójában ő állt a Tatár Zoltán mögött, amikor egy levélre tévedésből mindenkinek válaszolt, miközben korábban csak titkos másolatba csatolta be az ő iránymutatásait követő Tatár Zoltán. Tehát innentől tudjuk nyilvánosan is, hogy Tatár Zoltán mögött is Kis Andrea áll. Az ő elbocsátása az egyik ilyen eset volt, Tatár Zoltán elbocsátása egy másik ilyen eset volt, de volt nekünk egy postarablónk is. Igaz, hogy még postarablása előtt volt foglalkoztatva a Vásárhelyi Önkormányzaton. Őt is, amikor bár megalapozott gyanú fölmerült, akkor elbocsátottuk és följelentettük, ahogy Tatár Zoltánt is egyébként. És ugyanez volt a helyzet például Rabcsák András esetében, ugye volt informatikai vezetőnk, aki az ő otthonából, az ő jelszavával, az ő gépéről feltörték a város informatikai rendszerét, kémszoftvereket helyeztek el rajta, és még bírósági ítélet is volt ebben az esetben. Cseri Tamás kedves feleségének volt ugye egy hasonló incidense, és volt egy, amit most szintén Tatár Zoltán szellőztet meg. A mi vélemények szerint egyébként ő neki egyáltalán nem szabadna hivatali működése alatti ügyekről nyilatkoznia, mert ezt az ő titoktartási kötelezettsége tiltja. De ha már megemlítette, hogy volt egy úgymond indiai csaló esete is Hódmezővásárhelyen, mi csak azt tudjuk, hogy 20 napig volt foglalkoztatva az illető, doktori fokozattal, Egyesült Államokban szerzett diplomával és egy hódmezővásárhelyi feleséggel ajánlkozott segítségül nekünk. Amikor kiderült, hogy ő valótlan dokumentumokra hivatkozik, akkor Városháza nem csak szerződést bontott vele, hanem fel is jelentette, ugyanúgy, mint Tatár Zoltán. Tehát én azt gondolom, hogy a Városháza mindig, az én működésem alatt, mindig a lehető legnagyobb tisztességgel és átláthatósággal járt el, ami azt jelenti, hogy ha azt tapasztaltuk, hogy valaki visszaél a bizalommal, hogy valaki a város lakosait becsapja vagy meglopja, azokat mi sorra eltávolítottuk a város vezetéséből, legyen az Kis Andrea, Tatár Zoltán, az indiai csaló vagy a postarabló. Vagy a fideszes adathalászok és kémszoftver telepítők. Beszéljünk a város fejlődéséről. Hogy állnak a fejlesztésekkel? Milyen beszerzések vannak jelenleg folyamatban? Igen, ez azért is fontosnak tartom én is, hogy rákérdezett és hogy beszéljünk erről, mert szeretnénk, ha minél többen pályáznának, ugyanúgy, ahogy eddig, mi mindig nyílt beszerzési eljárással, és minél szélesebb versenyből a legjobb ajánlatot választottuk ki. Ezért vagyunk mi a legkevésbé korrupt magyar település a Korrupciókutató Intézet kimutatása szerint, és erre nagyon büszkék vagyunk. Éppen ezért nem fordulhat elő, hogy valakinek a felesége vagy éppensége lakás saját maga üzleti érdekből, nagy Isten, a miniszterelnök úr vejével szövetkezve milliárdos, milliós, sok milliós kárt okozzon a városnak, mert most egy beszerzési tanács dönt, ez egyedi, tudtam, egyetlen más városban sincs ilyen, ez üzleti gyakorlat. Nagy multi cégeknél van ilyen, éppen a korrupció elleni küzdelemben én is onnan hoztam ezt a kultúrát magammal. Tehát az átláthatóság korrupció elleni küzdelemnek a mintapéldája ma Hódmezővásárhely. Úgyhogy nagyon szeretném, hogyha a jövőben is ugyanúgy 100 milliókat tudnánk spórolni az önkormányzatnak, az adófizetőknek, mint a Városháza torony felújításánál, vagy a kerékpárutak terveztetésénél. Itt kimutathatóan 100 milliós megtakarításaink voltak a beszerzéssel, de a korábban Lázár Jánoshoz köthető kamerarendszer is érdekes módon hatodannyiba kerül. Ugyanantól a beszállítótól, Lázár János rokonától, amikor van verseny, mint amikor nem volt verseny, és amikor éppen Lázár János uralkodása idején a város volt az egész országban a legmagasabb áron kamerákat beszerző város. 2,7 vagy 2,9 millió volt az átlagár, a mi időkben 400 ezer. Ez a legolcsóbb, amit ismerünk, a Lázár Jánosé az messze a legdrágább. Nos, tehát én azt gondolom, hogy a beszerzések ezért is nagyon fontosak, hogy nyilvánosak és tisztességes versenybe dőljenek el. A belváros központjának, a felújításának tavaly az első ütemét sikerrel láthattuk, ez a Bakai kút környékének megújítása volt. Gyönyörű szépen kivilágítva működő vízfolyása, stb., ami eddig nem volt ott a Bakai kútnál, a város első ártézi kútját állítottuk helyre működő állapotban. És annak környékét, beleértve az Ótemplom körüli védőfalat is. Most ezt a munkát folytatjuk az Ótemplom körüli résszel és a védőfal felújításával, sétány kialakításával, átjárással az Oldalkosár utca, a Csengettyűköz irányába. Ez volt az eset, amit
nem akartak engedélyezni először? Igen, minden ilyen fejlesztésünket ott akadályozza a Lázár János baráti kör, vagy inkább szolgatársadalom, ahol csak éri. Itt is hirtelen az eddig nem műemlék falat megpróbálták műemléket tenni, már is a műemléki alakítás folyamatban, hogy ne is nyúlhassunk hozzá, illetve Bán Csaba is hirtelen felfedezte, hogy az a terület a városé és nem az egyházé, és most követeli magának ezt a területet. Ugyanígy akadályozzák, megjegyzem, a játszóházunkat is a Petőfi utcán, ugye ott mindenáron. Még egyesek szerint éppen azért hoztak törvényt is Lázár János vadásztársa és barátja Semmilyen Zsolt javaslatára a parlament decemberben, hogy ingyen adjuk oda a nem jogosan használó egyházi fönntartónak az általa bitorolt területeket is, hogy ezzel a Petőfi utcai projektünket kisiklathassák. Nagyon régóta látjuk ezt a törekvést, sajnos ez is egyike. És az, hogy ennek ellenére is tudunk fejlődni, azt gondolom, hogy ez egy hősies küzdelem. Vannak, akik megfutottak ebből a tényleg sok esetben embert próbáló küzdelemből, és ezért is kellett új jegyzőt és új jogirodavezetőt hoznunk ide. De akik kitartanak, azok hősök Vásárhelynek és az egész országnak példát mutatnak. A belváros 2-3-as ütem az a Sarokház előtti területnek a megújítását jelenti. Szintén a Green City zöldváros koncepció szerint, ami szerint éppen beültettük a Kossuth téri ágyásokat is, aminek gyönyörű példája volt a Rotary sétány az Árpád utca mögött a kőfal mentén, vagy éppenséggel Sirkó Zoltánnak nagyon hálásak legyünk, mert ingyen a városnak egy körforgalmát, egy újabb körforgalmát egyébként a megújuló víztakarékos és munkatakarékos, tehát fenntartást kevesebbet igénylő, locsolást kevesebbet igénylő módon a Kutasi úti körforgalmat éppen az állattenyésztési napok idejére. Nem csak ezek a beszerzéseink vannak, hanem az általános iskolák felújítása, energetikai megújítása projektünk is a közbeszerzési felügyeletnél van jóváhagyásra. Ez az, amit 2 évig akadályozott a magyar kormány, és gyakorlatilag most a csodával határos lesz az, hogyha a tervezett 3 iskolából akár egyet is sikerül megcsinálnunk. Én abban reménykedek, hogy egyet talán igen. Beszéltem már a szakemberekkel arról, hogy lehetőleg legyen olyan pályázó, keressenek meg mindenkit, és innentől kérem minden tehetős kockázatvállalásra képes vállalkozót, nagy céget is, legyen a Fidesz kedvenc cég, vagy független cég egyaránt, hogyha tudja az valamelyik iskolánknak a szigetelését még a nagyon leszűkült időkeretben is végezze el. Úgyhogy ez a pályázatunk most ellenőrzésen van. Ha kikerül, aki november 30-ig vállalja úgy befejezni, hogy ha nem sikerül, akkor egy fillért nem fog kapni érte. Ha ezt a kockázatot föl tudja vállalni valaki, akkor nagy szeretettel várjuk. 560 millió uniós pénz múlik azon, annak az elköltése, hogy legalább egy ilyen vállalkozó legyen. Játszóházat említettem, ami 1-2 nap múlva kerül ki majd a már föl van adva közbeszerzésre, és reméljük engedélyt kap és kikerül az oldalra, ez normál esetben 1-2 napig tart. Játszótéri eszközök beszerzése úgy szintén folyamatban van, kerékpárút tervezés és kerékpárút hálózati forgalmi tervnek a kiírására. Szintén utóbbira ismételten írtunk ki közbeszerzést, az előző nem volt sikeres. És a Bordás, korábban Dűlő most út, vagy utca, Bordás utcának, ez Újkishomoknak talán a legrosszabb állapotú utcája. Ennek a teljes útburka cseréje a vasúti átjárótól a Nyikos utcáig, ezt is kiírtuk már most, úgyhogy a burkolat felújítás közbeszerzésre is várjuk az ajánlatokat. Korábbi fejlesztés volt a kemping kialakítása. Mikor nyithat a kemping, van-e már előzetes érdeklődés? A kemping ugye elkészült, most az utómunkálatok vannak csak, tehát néhány simítás, például a bútorok beszerzése, hűtőszekrények, mikrohullámú sütők, főzőlapok, tehát amivel működőképessé válik. Itt például ugye a legolcsóbb, azt hiszem, hogy IKEA-ból szereztük be végül a berendezések egy jelentős részét, de azt például méretre kell igazítani. Tehát ott majd egy ilyen jellegű utómunkálatok vannak. Egy ilyen berendezett mobilházat a kempingben a látogatók május 1-én már megcsodálhattak. Több mint 800 vásárhelyi látogatott el a kempingbe, és egyetlen egy sem mondta azt, hogy ez ne lenne nagyon szép, nagyon jó, és felesleges lenne, mint amit az ellenzékünk állít itt helyben. Rágalmazóink, rossz indulatú emberek, vásárhelyi kártevők. Nos, akárhogy is nevezzük, a tények mást mutatnak, mint a propaganda. Én most is arra kérem a vásárhelyeknek, hogy a szemüknek higgyenek, és ne a hazugságoknak.
Mikor nyithat a kemping? A kemping hamarosan meg fog nyitni, már most is négy, nyitva van, tehát technikailag mindenképpen nyitva van, a mobilházak berendezésével párhuzamosan fogjuk tudni majd kiadni ezeket, már most is van, amit ki tudunk adni. Négy lakóautós vendége van jelen pillanatban a kempingnek, tudomásom szerint, és már számos foglalás érkezett a nyár egész idejére. Mi úgy látjuk, hogy a megtérülése az biztosított ennek a beruházásnak, már most nagyon népszerű, és mindenkinek nagyon tetszik. Itt járt a tajvani nagykövet. Milyen eredménye lehet egy-egy nagyköveti látogatásnak? Amiről úgy tudom, hogy általában ezeket a nagykövetségek kezdeményezik, tehát nem a várostól érkezik a meghívás, hanem fordítva. Hát lehet mondani, hogy is, abban az értelemben, hogy nagyon sok meghívást kaptam az elmúlt 5 évben, polgármesteri választásom óta, már abban az első évben is. Nyilván az országos politikai megszólalásom miatt is több nagykövetségre meghívtak akkoriban. És hát nyilván, amikor különböző rendezvényeken találkozunk nagykövetekkel, akkor nagyon sokszor akár én meghívom őket, akár ők jelzik, hogy jönnének. Ez egyébként hagyományos, tehát például az amerikai nagykövet is, aki tavaly érkezett Magyarországra, David Pressman, akit általában Gúny néven szoktak illetni, többek között a miniszterelnök úr is. De hát nyilván ebben, ezt nem találom viccesnek, megjegyzem, én azt gondolom, hogy az Egyesült Államok, mint Magyarország legerősebb és legfontosabb szövetséges, nem utolsó sorban a legerősebb katonai hatalom a világon. Magyarország biztonságának egyetlen garantálója egy esetleges orosz támadással szemben például, hiszen láttuk, hogy Orbán Viktor még egy bombákkal felszerelt dróntól sem tudta megvédeni tavaly a paksi atomerőművet. Tehát én azt gondolom, hogy az egyetlen garancia a magyarok biztonságára az, hogyha Magyarország hűséges tagja a NATO-nak és a NATO megvéd bennünket, és nem az, hogyha Orbán mondjuk választás elé állítja a NATO tagokat, hogy Svédország vagy Magyarország fontosabb nekik, mert ebben az esetben Magyarország nagyon rosszul fog járni. Szóval a nagykövetekkel való egyeztetés során a nagykövetek meglátogatnak vidéki városokat. Például az amerikai nagykövet is jelezte legutóbb, amikor múlt héten találkoztunk, hogy készül Hódmezővásárhelyre is jönni. Nem olyan régen volt Szegeden, és hát valljuk be, hogy Szeged a városok rangsorában Hódmezővásárhelyt megelőzi nagyobb lakosságszámmal, gazdasági jelentőséggel. Tehát én mondtam, hogy természetesen türelemmel, de szeretettel várjuk. Tehát amikor majd úgy érzik, hogy idejönnek, akkor őt is szívesen látjuk. A kanadai nagykövet legutóbb, amikor erre járt, egy kanadai céget látogatott meg Orosházán, akkor éppen közgyűlésünk volt, és ezért nem tudtam fogadni, de ő keresett minket, hogy erre jár és betérne. Az izraeli követ most hívott meg az Izrael 75 éves évfordulójára, ahol Varga Judit miniszterasszony mondott beszédet, akivel egy készfogás erejéig találkoztam is. De ilyen alkalmakkor, mondom, ha véletlen nem a nagykövet jelzi, hogy szívesen látogatna meg, akkor én is mindig elmondom a beszélgetés során, hogy mindig szívesen látjuk őket Hódmezővásárhelyen. És hogy ennek milyen célja van, hát a városnak ebből elsősorban gazdasági haszna keletkezhet, akkor, hogyha a város jó híre miatt, többek között a korrupció ellensége miatt is, tisztessége miatt is. Valaki úgy dönt, hogy Hódmezővásárhelyen fektet be, itt munkahelyeket teremt és adót fizet. Egy amerikai cég például most megvásárolta a volt Rosmarin céget a Mártéi úton és már Mártéi közigazgatási területén, de hát ott legalább 80%-ban vásárhelyek dolgoznak. Nagyon örülünk ennek a befektetésnek, a Scrub Daddy cégnek az európai központja lett ez a hely, és ezzel újabb és újabb vásárhelyek fognak majd ott dolgozni, tudomásunk szerint legalább 40-50 fővel bővül a foglalkoztatás. Bármikor, hogyha ilyen történik, akkor természetesen a Magyar Külügyminisztérium, a HIPA eldöntheti, hogy egy beruházást Makkóra visznek, vagy mondjuk Hódmezővásárhelyre, és én nagyon szomorúan tapasztaltam, hogy az elmúlt 30 évben a város akkori fideszes vezetése, még fideszes kormányzati pozíció birtokában sem tudott ide az ígéreteinek betartásával például 1500 fős foglalkoztatót hozni. Azt gondolom, Lázár János, ha akart volna, akkor tudott volna ide munkáltatót hozni, mégsem tette. 30 éven keresztül nem jött egyetlen egy jelentős külföldi beruházó sem Magyarországra, sőt magyar beruházó sem. Én ebbe szándékosságot látok, ahogy Lázár János akadályozta a KFC vagy a McDonald's-nak a vásárhelyi letelepedését is, mi pedig mindig támogattuk. Én azt látom, hogy valamiért ő nem akarta azt, hogy itt újabb és újabb cégek legyenek, ő azt akarta, hogy ez a város ez maradjon szegény és kiszolgáltatott. Újabb városi elismerésekhez várják az ajánlásokat. Mikről van szó? Hát 3 olyan kitüntetés van, amit a vásárhelyi polgárok javaslatai alapján majd a közgyűlés döntésével fogunk odaítélni valakinek. Ugyanúgy, ahogy a díszpolgári, próbe és egyéb díjakat, ugyanúgy, ahogy sok már negyedév egészségügyi dolgozói címet is polgárok ajánlása alapján várjuk most Hódmezővásárhely közszolgálatáért. Itt ugye a
hivatali munkát jutalmazok, a nevelés és oktatás ügyünk szolgálatáért, illetve a pedagógus életmű, életpályadíj odaítélését, úgyhogy pedagógusokat, oktatónevelő tevékenységet végzőket és közszolgálatban dolgozóknak az akár egész életét szeretnénk elismerni ezekkel a díjakkal, szeretettel várjuk a polgárok javaslatait. Gazdag lesz a hétvége programja Hódmezővásárhelyen. Egyrészt a rendőrség, tűzoltóság, mentők, a kék lámpások rendezvénye lesz itt a Kossuth téren, másrészt folytatódik a kultúrtér, és közben az egyik legismertebb jótékonysági szervezet, a Rotary is ünnepli a működését, az évfordulóját. Hát igen, ezek valóban jelentős események, mi arra törekszünk, ugyanúgy, ahogy például a majális régi jelentőségének visszaállításával és a népkerti majálisok hangulatának megidézésével, ami most is nagyon sok embert vonzott ki, érezzék jól magukat a vásárhelyiek, jöjjenek össze, találkozzanak, használják vásárhelyi köztereit. Ezzel a jellegével az idei augusztus 20-i borfesztivál és Szent István napok rendezvényünk, az már augusztus 11-én elkezdődik majd, egy Bagosi Brothers koncerttel, és egészen végig tart, a 100 tagú cigányzenekart tervezzük meghívni többek között, de közéleti beszélgetéseket is tervezünk, sok helyi és más településre érkező zenei attrakció is lesz, és természetesen egy borfesztivál, közösségi alkalom. Hasonlóképpen úgy vagyunk a vásárhelyek szolgálatával, hogy leginkább azt szeretnénk, hogy ezek a közösségi alkalmak rendszeresek legyenek, és a város évtizedek alatt szisztematikusan kiürített belvárosa újra élettel teljen meg, legyen egy közösségi tér. A közösségi térnek funkciónak megfelelően fogjuk felújítani a Kossuth teret is. Ennek megfelelően fogunk majd, ha megérkeznek az uniós pénzek, remélem, hogy a magyar kormány megfelel majd a korrupció ellenes elvárásoknak, és akkor jönnek az uniós pénzek. Ebből akarunk többek között egy új parkoló házat építeni, kétszinteset, a Sarokház Rosszman mögött, a Oldalkosár, Csengettyű köz és Andrássy utcáknak a tömbjében. És hát ennek a szolgálatába állítottuk a közösségi programokat is. Az a célunk, hogy a nyáron minden héten legyen a vásárhelyeknek valamilyen színvonal, szórakozási lehetőség, helyi zenekarokat előnyben részesítve. Így a múlt héten a Crash 5 koncert volt több száz fős érdeklődéssel, nagyon jelentős. Akkor többek között az áltenyésztési napok miatt nem sikerült vendéglátót ide csábítani erre az alkalomra. Volt ennél nagyobb forgalmú más lehetőségük. Én azt remélem, hogy a jövőben mindig egy helyi vendéglátó is rendelkezésre áll majd, hogy a szolgáltatás teljes körű legyen. De zenét most is két helyi együttes fog szolgáltatni, a Witchbirds és a Click. Ők délután 5 órától, szombaton délután 5 órától fognak fellépni. Már előtte 2 órától a Kéklámpások napja kerül megrendezésre a városban, városközpontjában, és valóban mindenkinek szeretettel ajánljuk a Full Moon a Kapella együttesnek a koncertjét a zsinagógában este 7 órától, hiszen a Rotary klubnak a felajánlása, ez egy nyilvános koncert, jótékonysági koncert a városjavára, úgyhogy oda is minden érdeklőt szeretettel várnak a jubiláló Rotary klub. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt a stúdiónkban. Nézőinknek a figyelmet köszönjük, viszontlátásra!